Két stílusában eltérő megyegyes élcsapat a zöldmezes tabellai lovas gerjen és a szokásos piros szerelésében vendégként pályára lépő Bonyád találkozója az elmúlt forduló nagy rangadója volt, amelyen végig roppant küzdelmes volt a játék, óriási akarással és lelkesedéssel vetették be magukat játékba a csapatok. A színvonal persze hagyott kívánnivalót, de ezért a pályán hibázó, sokszor rossz megoldást választó játékosok mellett a rendkívül rossz pálya és a hol megálló, hol kiszámíthatatlanul cikázó szél is okolható volt. Az első negyed órában, vagy inkább bő 20 percben a gerjeniek taktikája érvényesült. A bal szélen többször is sikerült a bonyhádi védelem mögé kerülni, és ezekből a beadások, mi több gólveszélyes szituációk is születtek. És jött a gól is nagyon hamar, már a 6. percben, egy ilyen akcióból, amikor a beadás a center pozíciójában éppen Steinbach Mátét, az egyik legjobb rugótechnikával rendelkező játékos találta meg, aki ilyen helyzetben ritkán hibázik, első helyzetéből most is azonnal betalált a Bonyhád kapujába. A gól után változtattak a támadó taktikán a völgységiek, saját térfelen történő labdajáratás után azonnal felévelték a labdát a két csatárra, Pap Rolandra és Csigi Ádámra, de a hazai védelem stabilan visszafejelte, vagy éppen visszarúgta azokat. De maradt az 1-0-ás gerjeni vezetés a félidőben. Ekkor még kevesen gondolták, hogy ez lesz a végeredmény is, pedig így történt. Olyan gyors kontrát, mint az első félidőben, már nem tudott végigvinni Buzás Attila csapata, így a 3 pontot érő találat az 1 gólos előny megőrzése volt az alaptaktika, ami végül is bejött. 2 rangadó elvesztése után újra rátalált a győztes útra a megyei élvonal lista vezetője. Igazából a mai mérkőzés az a szív diadala volt. Én azt gondolom, hogy mi azért tartunk itt, ahol tartunk, mert itt látszik az, hogy ha esetlegesen olyan emberek hiányoznak a csapatból, akiket úgy gondoljuk, vagy úgy gondolják, hogy nehéz helyettesíteni, már pedig egy csapatban, ha jól működnek a dolgok, akkor őket lehet tudni helyettesíteni. Különböző célra jöttünk ma a mérkőzésre. Itt a Gerjén elsősorban arra próbált berendezkedni, hogy ne kapjanak ki. Mi arra próbáltunk berendezkedni, hogy nyerjünk. Hát a körülmények nem úgy alakultak, hogy a mi játékunknak kedvezzen. A másik fél időben meg egyértelműen a gerjeniek csak törték a játékokat, állandóan minden párharc után feküdtek, azzal foglalkoztak, hogy minél előbb teljen el a fél idő kapott gól nélkül. Hát ez sikerült nekik, hát ez a játékot, amit láttunk, ebbe sajnos a gerjen volt a jobb. Nem kimondott cél, elvárás, a bajnokság megnyerése, egy olyan csapatról van szó, de evés közben bizony megjött az étvágy itt is. Ha a pontok és a mérkőzések úgy adják, mi meg szeretnénk nyerni, ha van rá lehetőség, akkor meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, mert ugye az ember előrefele tud haladni, és azzal tud számolni. A Bonyhád pedig az őszi problémákat már teljesen leküzdve magára talált, és sorra nyerte eddig a meccseit, miután már ott van a dobogó közelében, és a mérleg nyelve szerepét mindenképpen szeretné betölteni a bajnoki címért folytatott versengésben.